Két sértettől érkezett bejelentés a Szolnoki rendőrkapitányságra, mert az újszászi vasútállomásnál lévő kerékpártárolóban kerékpárlakattal lezárt bicikliüket ismeretlen tettes eltulajdonította. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, adatokat gyűjtöttek és tanúkat hallgattak ki. Az adatgyűjtés követően az egyik egyenruhás úgy gondolta, ismételten ellenőrzi a vasútállomás biciklitárolóját. Nagy meglepetésére épp a bringatárolónál szorgoskodott egy 34 éves helyi lakos, aki egy kerékpárt próbált megszabadítani a lakatjától. A jogsértőt nem zavarta a rendőr jelenléte, fel sem nézett, így a járőr fényképfelvételen is megörökítette a kerékpártolvajt. A körzeti megbízott a férfit előállította a Szolnoki rendőrkapitányságra, ahol később két rendbeli lopás büntet és egy rendbeli lopás vétség kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A terhelt lak címén tartott kutatás során a korábban eltulajdonított két kerékpárt megtalálták a rendőrök, azokat lefoglalták és a sértettek részére visszaadják.